reggeli személy. Juhász Péter a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nem mondom, a Klubrádió nagyon jó hely, de nem lenne jobb a TV2-be ücsörögni? De biztos melegebb lenne. Hát még nincs olyan nagyon meleg. De mi a baj a TV2-vel? Mert ugye most volt egy ilyen csörte. Baj van, csörte nem volt azért. Ugye arról beszélsz, hogy behívtak volna minket a párommal egy páros reality show-ba. Ebből nekünk egyébként óriási családi botrány kerekedett, hogy vajon tudták, hogy tehát azt, hogy nekem ugye a párom Hámori Gabriela színésznő, őt keresték meg azzal, hogy pároddal Péterrel szeretnénk látni egy reality show-ba, hogy elvállaltuk el, és akkor ebből van otthon az óriási veszekedés, viccelek persze félik, hogy vajon tudták, hogy Péter kicsoda, tehát ez egy tudatos, nem is tudom mi volt, nem tudom, hogy provokációnak kellene nevezni, vagy komolyan gondolatták-e, hogyha tudják, hogy én vagyok, aki éppen egyébként nem tudom, sorra nyerem a pereket TV2-vel szemben, és éppen végrehajtási eljárás alatt állnak, hogy mondjam, tehát hogy nem képesek beolvasni még a helyi regisztrás sem. Hát szerintem képesek lennének, ha akarnák. Oké, hát szerintem azért képesek. Biztos van ott több ember is, aki tud nagyszerűen olvasni. Én abban nem tudom, tehát ez itt egy kérdés, mert na mindegy, tehát most lekerekítve ezt a részét, tehát igazából annyi, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy valójában ők komolyan gondolták ezt, vagy nem. Tehát, hogy behívni akartak egy valóságsóba minket, vagy nem, minden stresszt ugye elutasítottuk elég határozottan. De az olvasni akar, vagy tudnak-e, az egy kérdés nekem, mert hogy be kellene olvasniuk nagyjából egy olyan 2,5 perc, 3 percnyi szöveget 17 alkalommal tényekadásokban, ami... 17 hát alkalommal. Igen, tehát a bírósági ítélet szerint 17 tényekadásban sértették meg a jó hírnevemet különböző hazug, hamis rágalmakkal. Ezért 17 tényekadásban be kéne olvasni a bírósági ítélet rendelkező részét 1:1, ez egy ilyen 2,5-3 perces szöveg lenne, amit ők úgy oldottak meg, hogy darabokra szabdalták, 4 részletbe beolvastak ebből részleteket, amiben egyikben sem hangzik el a nevem, sem az, hogy megsértették a jó hírnevet, tehát semmi igazából nem derül ki a beolvasásból, önmagában, ha így értelmesen olvasná valaki, és jól központozná, akkor sem. Ám de a központozás, és akkor itt jó, hogy vajon tényleg tudnak-e olvasni, vagy pedig ezt direkt játsszák el, hogy nem tudnak. Úgy olvasták fel még ezeket a részeket is, hogy ahol mondjuk vesző lenne, hogy megsértetik a jó hírnevét, mert azt állítottuk, hogy nem tudom, Portik Tamás embere vagy dolgozik, az úgy hangzik, hogy megsértetik jó hírnevét. A felperes Portik Tamásnak dolgozik, tehát hogy ott is újra elhangoznak állításként azok a hazugságok, amikért egyébként maga a persz volt, tehát hogy nagyon vicces önmagában nézve is az, hogy vajon direkt úgy olvassák fel, hogy direkt, tökéletesen persze. Értelmezhetetlen legyen. Bíróságoknak nincs ereje ahhoz, hogy kikényszerítsenek egy jogerős ítélet végrehajtását? Hát ugye az már nem a bíróság dolga a végrehajtás, hanem az Sándor György. Nem Sándor György. Sándor György, aki hát ugye nem tudom hány hónapja ül börtönben, de még mindig a végrehajtói kar elnöke, szóval ez ő alá tartozna igazából, hogy kikényszerítse. Itt én, mint felperes írhatok egy felkérést a végrehajtónak, ő megbünteteti 500 000 forintra a TV2-t, ha nem hajtja végre, ez meg is történik, megbünteti, és akkor most vajon bele van-e kalkulálva a TV2 állami dotálásába, hogy egyébként büntetéseket fog fizetni. Én azt gondolom, hogy bele van, és innentől így zajlik egy ilyen folyamat, hogy ez egy 2016-os ügy, amiről beszélünk, akkor elhangzik, hát igazából többször több hamis állítás, csak ezek voltak a szintisztán perelhető és be is perelt állítások. Nyilván én nem követem a TV2-t, lehet, hogy azóta is még számtalanszor elmondják ugyanezeket a hazugságokat, meg nyilván nem csak rólam, hanem másokról is. De lényeg, hogy 6 évvel ezelőtt 17 tényekadásban perceken keresztül szapulnak, aláznak, rágalmaznak, majd 6 évvel később kifizetnek ezért mondjuk 2 millió forintnyi sérelemdíjat. Azt kifizetik azt hiszem, legalább? 2,5 volt. Hát hosszas, tehát igen, x év után ennek a fele mondjuk ott marad a sértetnél, tehát mondjuk nálam adott esetben mondjuk ott marad 1 millió forint abból a 17 adásból, aminek egy darab reklám ideje, vagy fél perc kerül mondjuk 7 millió forintba. És akkor itt jön a kérdés, hogy ez vajon a TV2-nek megéri-e, hogyha a politikai hasznát nézzük, és akkor az válaszom, hogy valószínűleg igen.
De hát miért volt ennyire fontos ember, hogy folyamatosan hazugságokat kellett terjeszteni, és nem csak itt most néztem, hogy a 13 megyei lap 416-szor, ha jól emlékszem, de valamilyen elképesztő szám volt, vesztett ügyet azért, mert hamis dolgokat terjesztettek magához. Hát igen. Miért? Ez most nem a személyemnek szól, hanem nyilván a NER, tehát a Nemzeti Együttműködés Rendszere, tehát már magában ugye a név is egy cinizmus, de hogy úgy épül fel, hogy gyakorlatilag egy revolver média, nem tudom mi ez, hadsereget tart fenn. Itt ugye a Kesmánál önmagában ott van 500 közeli lap, vagy 500-nál több is ma már talán, illetve hát még az ilyen egyéb leágazások, amik talán nem is a Kesma tulajdonában vannak, mint például a TV2, még gyakorlatilag revolver médiaként, illetve más oldalról közelítő propaganda médiumként működik, tehát semmi más célja nincs, mint politikai reklámot csinálni a Fidesznek, illetve lejáratni a politikai ellenfeleket. Ez nem Juhász Péterről szól, hanem minden politikai ellenfélről. Hatházi Ákost ma pont úgy járatják le, mint ahogy annak idején engem, vagy hogy mondjam, párhuzamosan, Vona Gábortól kezdve, nem tudom, aki éppen kiesik a NER-ből. Hát én nem vagyok jó oligarch nevekben, de az FHB vezérigazgatója, hogy hívják, volt Index tulajdonos, amikor éppen kiesett a Pixisből, akkor meg neki mennek neki. Tehát amikor éppen jön egy politikai megrendelés, hogy kinek kell neki menni, legyen az tüntető tanár, vagy éppen nem tudom, a kibeszélő orvos, aki elmondja, hogy milyen a kórházi helyzet, akkor ráeresztik ezt a revolver médiát. Nyilván ennek van hatása, tehát hogy az embereket megbélyegzik az az adott választói körnek, akinek ez szól, azokra ez hat. És akkor azt gondolják, hogy ezek csúnya, rossz emberek, Vona Gábor buzi, Hatházi megölte a szomszédját, Juhász a portiknak dolgozik. Tehát hogy ezek így elültetődnek fejekben, és ennek van hatása. És akkor innentől az a konkrét ügy, ez a portikos ügy, ez ugye abból jött ki, hogy egy perben Rogán Antalról, tehát én azt állítottam, hogy Rogán Antal bűnöző és bűnözőkkel üzletel, azóta Rogán Antal beperelt, hogy ezzel én megsértettem a jó hírnevét, bíróságítéletet hozott, hogy nem sértettem meg, valóban állítható róla, hogy bűnöző és bűnözőkkel üzletelt. Nem és azt mondta a bíróság, hogy bűnöző, hanem hogy lehet róla azt mondani, hogy bűnöző. Ezért mondtam ezt, hogy a Rogán Antalról állítható, hogy bűnöző. Nem ezért, hanem mert nem azért, mert bármit állíthattunk valakiről, hanem azért, mert olyan tények alapján állítottam ezt, ami alapján joggal következtethetünk erre. Ez egy nagyon lényeges különbség. Tehát nem azt mondja a bíróság, hogy bármit lehet mondani egy politikusra, hanem hogy ha alá tudom támasztani, és azt, ha bizonyítani nem is tudom, mert nem voltam ott a bűncselekmény elkövetésénél, de a tények sorozatából következhet az ez a megállapítás, akkor én joggal állíthatom, és ez bizony következik. Többek között, és itt jön a lényegi pont, ugye Portik Tamás elmondta egy átlátszónak adott interjúban egy évvel korábban, két évvel korábban, mármint a perhez képest, hogy ő vitt Rogán Antalnak 10 millió forintnyi kenőpénzt, ezt ő ott állította. És az ügyvédeim tanácsára behívtuk tanúskodni, aki már egyébként, mármint a Portik, akkor már börtönben ült, hogy mondja el bírósági keretek között is, tehát magyarul egy hatósági eljárásban, mert annak egész más a súlya, mint hogy csak egy újságcikkben ő ezt. És ő ezt el is mondta, ahogy egyébként, bár nem hatósági eljárásban, de a megint bűnöző nevekben sem vagyok igazán otthon, a 52 szórakozó helye volt. Ilyenkor a reggel semmilyen névben nem vagyok, jó, nem csak bűnözőben. Vizovicki László féle ügyben is az egyik hogy ez az ötödik kerületben működött jelentős részben. Hát az ötödik kerületnél is, igen. Az ötödik kerületben is több szórakozó helye volt, diszkója, étterme, stb. Ott is egy hölgy, aki egyébként az ötödik kerületi vendéglátóhelyeknek az ügyeit intézte, elmondta azt, hogy Rogán Antalnak személyesen kellett bevinni a Vizovickinak. Ő éppen 4 millió forintról beszélt egy éves terasznyitási engedélye kapcsán kenőpénzt. Tehát, hogy ezek az ügyek így, na ezek azok, amik alátámasztják mondjuk egy ilyen állítás hitelességét. Egyébként, mikor elhangzik egy ilyen vád, akkor van ennek valami következménye, hogy nyomoz valaki, akinek nyomoznia kellene, mert ugye itt
azért is egy robotmúltú börtönből kihozott tanú mondja ezt, ettől még persze lehet igaz is, nem igaz is, nem tudom. De mégse ugyanaz, mint hogyha akkor van egy nyomozás, eljárás, és akkor egy bíróság azt mondja, hogy így történt, nem így történt. Hát az, hogy most bocsánat, ezt lekerekítve, tehát elhangzott ez az állítás, akkor rám ezért kezdték el tolni azt, hogy Portikhoz valamilyen közön van. Tehát ez volt az alapja annak a lejárató kampánynak, ami ellenem, hogy Portikkal összemosnak, mert a bíróságra beidéztettük tanúként, úgyhogy egyébként én életemben nem találkoztam vele, nem voltam soha semmilyen kapcsolatban, nem volt közünk egymáshoz, de egy bírósági tanúvallomás kapcsán, ahol ő ezt elmondta, ezért ez a kabátlopás esete, juhászt valahogy mossuk össze a Portik nevével. Ismeri ezt a viccet, hogy Kumbácsinak az 50-es években sok kellemetlensége van. Miért? Hát mert 44-ben nyilasokkal látták a Dunaparton. Na így igen, tehát kb. Ez. Na mindegy, visszakanyarodva, hogy egy ilyen állításnak, hogyha jól emlékszem. Ez egy súlyos vád, egy fontos. Igen. Most aztán egészen fontos, de akkor is gondolom, ami fontos közfeladatot töltött be. Elhangzik egy bíróság előtt, mégis az valamit jelent. Hát mondjuk meg, hogy akkor ki a vádhatóság feje ma Magyarországon. Úgy hívják, hogy Bolt Péter. Na, neki tudjuk a nevét. Igen, neki tudjuk a nevét, bűntársnak is hívhatnánk, mert hogy neki semmi más feladata nincs, mint hogy megakadályozza, hogy fideszes potentátok, vagy úgy mondom inkább, hogy a Fidesz politikai érdekével egybevágó ügyekben ne induljon eljárás. Rogán Antalnál nem az a legsúlyosabb, hogy miket állítanak róla, ahogy mondta. Mi most tegeződünk, hogy magát tudunk? Nekem mindegy, csak hogy jó. Tehát akkor, ahogy mondta, kedves János. A lényeg, hogy az, hogy ilyen állítások elhangoznak egy normális jogállamban, én azt gondolom, utána menne a legfőbb ügyész évként is. Ennél tudok súlyosabb ügyről beszámolni, mert amikor én feljelentést tettem Rogán Antal által kiépített 5. kerületi belvárosi ingatlanlopási rendszerrel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag minden egyes pontban, hogy milliárdokkal károsították meg a belváros ingatlan vagyonát, alá volt támasztva bizonyítékokkal. Tehát, hogy épült fel a rendszer, az gyakorlatilag minimális nyomozó munkával ki lehetett deríteni, hogy hogyan alakították át úgy az önkormányzati döntések rendszerét, hogyan választották ki a értékbecslő céget, és az kinek volt a haverja, hogyan áraszták le már az értékbecslésnél, majd egyébként a különböző kedvezmények megadásán az ingatlanokat, és így hogy játszották ki harmad-negyed áron az ingatlanokat, ez ott gyakorlatilag le volt vezetve, bizonyítva, és ebben sem nyomoztak. Tehát ott kézbe kapták a papírokat gyakorlatilag, ami egyértelműen mutatta több tucat esetben, ahogy összességében mondom, milliárdos tételben károsították meg a belvárosi ingatlan vagyont, Rogán Antal vezetésével, nyilvánvalóan az ő, hogy mondjam, hatalmi leágazásaival, értem ez alatt a különböző fideszes testületi tagokat és stb. Akiknek a szavazata kellett hozzá, nem indult nyomozás. Tehát akkoriban, azt nem tudom meg a hallgatóknak, akkoriban volt az, hogy mindent próbáltak velem szemben, tehát volt fenyegetés, de volt megvásárlási kísérlet is, megkerestek. A Rogán köréből nem tudnám bizonyítani, csak hát elég egyértelmű volt már az üzenet tartalmából is, hogy mennyire hagynánk abba ennek a feltárását. Másnap hívtak be a rendőrségre tanúskodni, hogy kinyomozzák, hogy ki volt az, aki engem meg akart venni. Vajon? Ki lehetett az? A Facebookra írtam akkor ki, ebből is jött a nyomozás, hogy ugyan már mit mondanak az én drága követőim, hogy mennyiért kéne abba hagynom, tehát hogy mi az az összeg, ami megérni. Szerintem a lényeg, hogy sokkal kultúráltabb, mint kiesni a harmadik, ötödik emellett, nem tudom, hogy akkor egy ablakon, ahogy más országban. Meg egészségesebb is. De nekem ez mindenképp egészségesebb, igen. Tehát, hogy ez így van. Tehát nem tartunk ott valóban, hogy mint az orosz oligarchák, ugye egy rossz szót szólnak, hát tegnap is kiesett valaki a szempont. Tegnap is, igen. Indiában, igen. Megéri, most nem úgy értem, hogy meg akarják veszélyt, hogy meg akarják venni, vagy nem is tudom, mi ez. Tehát a megéri semmiképpen nem így értem, de hogy küzdeni ezekben az ügyekben, amikor nyomozás nem történik, következménye nem lesz, viszont hát sok bajt zúdít az ember a fejére, vagy sok kellemetlenséget. Mikor nem is olvas megyei lapokat, tehát ott minden nap megjelenik, hogy milyen alávaló az ember, azért
az nyilván nem olyan nagyon jó. Jó, hát a hatása nyilván nem az a kérdés igazából, hogy lelkileg mit okoz, bár egyébként lelkileg is van nyoma nyilvánvalóan, tehát ez nem kérdés. Én bevallom, hogy azért is nem bánom, hogy nem politizálok, mert én azt gondolnám egyébként is a politikáról, hogy azért időközönként, akik benne vannak ebben a darálóban, időközönként egy picit abba kéne hagyniuk. Tehát, hogy torzítja mindenképp a személyiséget, hogyha valaki egyfolytában a politikai hatalmi játszmák középpontjában van. Tehát én ezt javasolnám az összes 10 évnél régebben politizáló arcnak, hogy egy kicsit pihenjen, aztán jöjjön vissza persze, hogyha úgy érzi, hogy mindenképp az ország hasznára szeretne válni, de szerintem mindannyiunknak jót tenne, hogy ezek az emberek egy picit abba hagynák a darálóban való, nem tudom, őrlődést. De visszakanyarodva, a megírni az egy, szóval, hogy mondjam, definícióra szorul, hogy mit jelent ez igazából. Tehát, hogyha az ember belülről nézi, vagy másképp mondom, én, ha belülről nézem magam, mert erről tudok nyilatkozni, nekem megéri, mert így tiszta a lelkiismeretem. Tehát én azt gondolom, hogy a közösségünkért muszáj tennünk, és a muszáj az nem egy kényszer, hanem egy belső drive, hogy én akkor tudom jól érezni magam, hogy a környezetemben is jól érzik magukat emberek, és ez most lehet a szűk családi környezet is, lehet a nem tudom, társasháza, ahol lakom, a kerület, a város, az ország, a világ, a föld, és mi emberek. És a kozmosz, igen. Igen, szóval, de hogy maga szintjén mindenkinek ilyen értelemben én azt vallom, hogy kötelessége megtenni azt, ami a, hogy mondjam, tudásából rendelkezésére áll, vagy mondjam, megvan, és így nincs értelme, tehát nem értelmeztető, ez a megéri, nem éri meg. Tehát nem mérlegeljük, hanem a jóra való törekvés, azt szerintem egy ilyen teljesen normális emberi gesztus. Engem így neveltek, vagy nem tudom, vagy ez jön belőlem, vagy nem tudom, vagy ilyen torszülemény lettem. Nyilvánvalóan, ha Orbán Viktor logikáját nézzük, nála nem éri meg. Ebből nincsen pénze az embernek, és nem lesz gazdagabb, és nem lesz politikai hatalma, mert hogy nem erről szól, és nem az a célja. Igen, de úgy sincs hatása, miközben nyilván fontos, hogy legalább sejtsünk valamit arról, hogy hogy működik ez a dolog, hogy eljárás indul, hogy kivizsgálja egy független nyomozóhatóság, egy független bíróság, azt mondja, hogy így volt, nem így volt. Ez a hatása sincs meg. Hát ma azt gondolom, hogy valóban, hogyha ilyen konkrét, kézzelfogható eredményre vágynánk, mint jogi következmény, tehát hogy egy adott feljelentés alapján börtönbe kerül a nyilvánvaló elkövető, ez ma nincs meg, mert nem jogállamban élünk. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen értelme ennek, és ne lenne fontos minden nap elmondani, nem tudom, tehát ki az, aki megkérdőjelezni azt, hogy Hatházi Ákos munkájának van-e értelme. Én azt gondolom, hogy téved, aki ezt megkérdőjelez, és azt mondja, hogy ennek semmi értelme nincsen, mert szerintem igenis van. Tehát, hogy lehet, hogy nem ma van hatása, de lehet, hogy ebből fog kibontakozni egy nem tudom, tiltakozási ülem 3 év múlva, 5 év múlva, akármikor, amikor egy repedés megjelenik bárhol. Tehát mondom, ezt szerintem Hatházi Ákosnál, vagy még hát nem, hosszan nem tudnám sorolni mondjuk, hogy kik azok, akik ma valójában hittel politizálnak, vagy hittel cselekednek a közjóért, azt hiszem ez a helyesebb kifejezés, és akkor innentől viszont már hál' Istennek tágítható a kör, mert hogy nem csak politikusokról van szó, hanem van-e értelme, nem tudom, szegényeket adományokkal támogatni. Ez ugyanez a kérdés. Hát nem most teljesen, úgy is mert akkor fogom. Ő megette a szendvicset, és az neki jó, tehát ott azért van eredménye a dolognak, még a szegénység maga nem is tűnik el, de ott hát nagyon pici az eredménye hát ahhoz az képest, amikor a probléma. Igen. És ugyanígy akkor Hatházi Ákos munkájának is nagyon pici politikai eredménye van ahhoz képest, amekkora a politikai probléma, tehát erre próbáltam csak ezt a párhuzamot hozni, és értem, én dolgoztam roma jogvédelem területén, és valóban van egy egész más visszacsatolás, mert egy közvetlenebb és sokkal kézzelfoghatóbb eredmény, amikor szembenül valaki, és lehet, hogy jogilag nem tudtam neki segíteni, de hogy vittem egy rút párizsét, meg egy kiló kenyeret, és jól lakott ma az 5 gyerek, aki egyébként csak a menzán tud étkezni, akkor azt értem, igen. Persze, az egy azonnali visszacsatolás, és nagyon szívben de nem lett megoldva az ő valós helyzetük. Igen. Na és akkor így van értelme, azt gondolom, a Párizsit is odavinni, ahogy van értelme egy újabb és újabb korrupciós ügyet feltárni, én sem ettől várom a megváltást, hogy ettől fog összeomlani Orbán rendszere. Hogy nagyon sokszor azt gondolom, vagy látom az ilyen típusú, mondjuk így, hogy korrupciós ügyeknél, hogy akik ezt elkövették, azok nem szégyellik, hanem kérkednek vele.
Tehát, hogy mondjuk nem is tudom, hogy de azt talán egy jó példa, hogy itt van Mészáros Lőrincs. Hát, hogyha Orbán Viktor strómanoknak akarja, tehát úgy akarná megszervezni a strómani rendszerét, hogy ne legyen ennyire nyilvánvaló, hogy ez egy stróman, akkor egészen biztos, hogy meg tudná. Vagy lehet, hogy vannak ilyen emberei is. Oda tesz egy olyan figurát, akiről ugye mindenki tudja, hogy ez csak itten az arcát, az van neki, adja ehhez az egész dologhoz, de a szemünkbe nevet, és azt mondja, hogy én még ezt is megtehettem. És egy csomó ilyen ügy van szerintem, amikor kifejezetten dicsekszenek vele, hogy már ezt is megszereztük. Hogy szereztük meg? Nem, tehát ez nem szégyen ebben a körben. Persze, jó, de itt, hogy mondjam, Orbánnál nyilván van egy ilyen tahó kivagyiság, vagy nem tudom mi, ami most lenne pszichológizálni, hogy ez honnan jön, de hát meggyőződésem, ez egy ilyen gyerekkori bántalmazói történetből jön, hogy az apja előtt bizonyítania kell, hogy te ugyan megrugdostál, szarrá vertél, kitapostad belőlem, de én most meg tudom, még nagyobb dolgokat tudok tenni, mint te, és igenis, tehát egy ilyen bizonyítási vágy, én egész biztos vagyok benne, egy rendkívül tor személyiségről van szó önmagában, és akit még ráadásul 30 év hatalom teljesen torzát tett ilyen értelemben, mert az értékrendje egy Mészáros Lőrinc jelenség szerintem ennek tudható be, hogy na én még ezt is megtettem, ez a kivagyiskodás, hogy semmit nem tudtok velem csinálni. És hát van egy nagyon kedves barátom, aki karate bajnok volt, amikor mi nagyon fiatalok voltunk, és amikor együtt sétáltunk az utcán, és mondta, hogy de hogy mit csinálnám, vagy hát elég nagy biztonságban éreztem magam, hogyha mentünk, nem tudom, szórakozni, mondjuk 18 évesen este, de hogy így valahogy megkérdeztem tőle egyszer, hogy mi, hogy de jó, de egy ilyen nagyon nagy darab ember jön szembe, akkor az, amit csinálsz. És mondta, hogy hát nagy darab ember nagyon tud esni. Szóval egy kicsit így, ez megvan azóta is, mint ilyen, hogy Orbán is egyszer én azt gondolom, hogy pofáron fog bukni ebben a kivagyiságban, és ebben a hűde nagy magabiztosságban. Ahogy az unió hozzáállását is azt gondoltuk hosszú-hosszú évekig, hogy soha nem fog változni, és folyamatosan tudja az Orbán vezetni, most mégis úgy tűnik, hogy mintha megfogták volna, bár nagyon nagy bizodalmam nincs ebben, de azért mégiscsak eljut mindenki arra pontra, hogy elege lesz. És hogy Ceaușescu is még nem tudom, egy hónappal a halál előtt azt gondolta, hogy ő a végtelenségig úr. Három nappal akár. Így Orbán Viktor is lehet, hogy ma iszonyú nagyképű és hihetetlen nagy pofával azt gondolja, hogy ő bármit megtehet, de lehet, hogy jön egy kis szálka a köröm alá, hogy ő mondta, vagy egy kis küllő a kerékek közé, ahogy szintén ő mondta, vagy közé. Bot, vagy mit, igen, nem kerék, hanem mindegy. De hogy, szóval, hogy egyszer csak ez így vissza is üthet. Én azt gondolom, hogy pont nem erre van szükség egyébként az országnak, tehát pont az lenne jó, ez a kivagyiságot és ezt a magamutogatást kicsit félre lehetne tenni, és egy ilyen konszolidált, normális együttélésre lehetne formálni. Ennek nyilván nem Mészáros Lőrinc a kulcsa, de szerintem még vérlázítóbb ez a Matolcsi kölykök, meg a köreik, tehát azok az igazán vérlázítók, akik aztán tényleg büszkék arra. Tehát most az, hogy Mészáros Lőrinc a nem tudom hány száz ellopott milliárdból most vesz egy villát, hogy Várkonyi Andrával jól érezzék magukat, az egy dolog, de hát azért a New Yorki palotától a 160 milliós órán át a Káni jacht kiállításon bejelentkezik. De milyen időt mutat az a 160 milliós óra? Azért az idő is más. Szóval, hogy ez igazi kivagyiskodás, és tehát, mint hogyha teljesítmény lenne mögöttük, vagy nem is értem. Hogy... Igen, tehát mondjuk, olyan azt mondtam, ha föltalált volna valamit, hiszen Rogán Antal végül is föltalált valamit, és ebből komoly jövedelmet húz minden évben, és annyit keres azzal, hogy van 160 milliós órája, ám legyen, de itt azért arra gyanakszunk, hogy hát a kapcsolatai elég erősen hozzásegítették ezt a társaságot ahhoz, hogy jó erős állami megrendeléseket húzzon be. Igen, és egy eufémizmus, hogy erre gyanakszunk, hát teljesen egyértelműen látszik, hogy a magyar állam vagyonát a Nemzeti Bankon keresztül Matolcsi György egybank elnök a saját családjának játssza át. Tehát egy ez az állítás. Ez maradt is valami. Jó, igen, egy részét, bocsánat. Tehát, hogy igen, még bár nem tudjuk egyébként, hogyha majd, nem tudom, kormányváltás lesz, és a Magyar Nemzeti Bank aranytartalékait megvizsgálják, nem tudjuk, mennyit loptak ki onnan Talicskával. Tehát, hogy most viccelek félig persze, de hát, hogy azért nem az átláthatóságról híres ez a társaság. Szerintem nem kell Talicskával aranyat lopni, mert ugye vannak azok a beruházások, mondjuk felújítani egy
a postapalotát a Moszkva térnél, vagy hogy hívják, hogy Széll Kálmán, Kriszina körútnál, mindegy. És akkor körülnéznek a piacon, hát itt csak egy barát van véletlenül, aki ezt a munkát meg tudná csinálni, hopp, nem tudom, fel kell újítani a Nemzeti Bank, egyébként nagyon szép szecessziós, ha jól emlékszem, épületét, Ruth Miksa üvegekkel, mindennel, hát pont egy... Somlai Bálint ma megint. Hát ő tudja jól megcsinálni. Hát véletlenül Matolcsi Ádám jó barátja, mit tehetünk mi róla, hogy ő adott be egyedül. Most nem kérdezhetjük meg ide jelentkezőtől, hogy kik a barátai, hát most ki foglalkozik az a... Sőt, elég, ha erről az egyről tudjuk. Kész. Hogy nem kell ebbe tulajdonképpen itt semmi csalást csinálni, hát megkapja azt a munkát, vasútépítés vagy útépítés, ugye ötször annyiba kerül Magyarországra egy kilométer vonat átfelépítése, mint mit tudom én. Ha átér a határon a Belgrád-Budapest vasút, azt hiszem ott már sokkal kevesebből építik, megkapják azt a pénzt, kész, megdolgoztak érte, leszámlázzák, adót fizetnek utána, hát becsületesen van minden ottan, kérem, megoldva. Hát jó, most igen, tehát elironizálhatunk ezen, és igen, hát pont ez a lényege, pont a ma reggel, ugye a Tilosban műsort csinálok, és ott a Sáros Péter barátommal beszélgetünk pont erről, hogy az az egy New York-i ingatlan, amit a Matolcs gyerekek köréhez kötött el az átlátszó, vagy nem is tudom, hogy ez a 14 milliárd forintért vettek egy lakást. Hát az nagyjából ötször akkora összeg, mint amiért dollárban oldalozzák Fidesz oldalról a teljes ellenzéket, hogy a kampányra mennyi pénzt használtak föl. Ötszörös érvett a Matolcsi gyerek egy darab ingatlan New Yorkban. Hát valaki vett, hát igen, azért zavaros azért, hogy kivett. Én akkor merem állít egy Matolcsi gyerek, és akkor hívjanak bíróságra, és ott legyen lehetőség végigmenni ezen a cuccon, tehát ez boldogan, bármikor, tehát akkor még egyszer, tehát Matolcsi Ádám és körei vásárolták meg a cikkek alapján joggal állítható a szem ezt a New York ingatlant, legalábbis minden szálon hozzájuk kötődő cégháló az, amelyik ennek a tulajdonos lett, és ennek nehéz lenne másra következteni, ki a haszonélvezője személyesen, mint Matolcsi György. Fia. Matolcsi Ádám. Igen, Matolcsi Ádám. Jól emlékszem. Egyébként szóval, hogy... most néztem, hogy valaki ezeket a újságcikkeket összegezve feljelentéssel élt a ügyészségnél. Nem az integritás hatóságnál egyenesen Rogántalnál? Nem. Hát hibázott. Nem. Pedig ott van a helye a korrupciós feljelentéseknek manapság. Igen. Na, mert annál viccesebb azért megint kevés igen. dolog van, mint hogy Rogán Antal vezeti az antikorrupciós Európai Uniónak megfelelő hivatalt, vagy megfelelni vágyó hivatalt. Erről tudom, mondani. Én tudok, vicces. Hát igen. Igen, de az Európai Uniónak ez így rendben van, tehát ez ki van pipálva most, hogy valamivel beljebb vagyunk. Hát én most nem követtem így minden részletében, de nekem úgy tűnik, hogy azért nagyon nincs rendben, mert hogy hát, az derült ki, hogy minden egyes forrás most egy eurót visszatartanak. Magán, úgy fest, tehát, hogy a rendben levés az nálam azt jelenti, hogy megkapjuk ezeket a forrásokat, mert egyébként eleget tettünk azoknak az elvárásoknak, amiket ők megfogalmaztak, de mintha nem ez lenne éppen. Ja, azért az látszik, hogy a korrupció sem érdekli olyan nagyon a választóközönség egy elég jelentős részét. Nem tudom, mi érdekli igazán, mert sokáig, mert ugye a jogállam lebomlása, azt én értettem, hogy miért nem érdekli, mert tulajdonképpen kiérti azt, hogy az Alkotmánybíróságból gittegyletet csinálnak és fideszes kifizetőjét, ezt bár szerintem ez se annyira átláthatatlan, de oké. Okay. Korrupció megint most azt se érdekli, hogy olyan nagyon úgy látom, hogy az életszínvonal, hogy esik, vagy mi van az oktatásba, vagy az egészségügybe, szóval tényleg nem tudom, hogy mi érdekli, de az úgy tűnik, hogy a korrupció nem érdekli, és itt van Szlovákia példája, ahol egy új kormány, amelyik éppen most bukott meg, nagyon kemény antikorrupciós politikát vitt, ott lecsuktak embereket, eljárások indultak, bíróság, eljárások, ítéletek is születtek, most megbukott, mert kiderült, hogy a szlovákokat sem izgatja annyira, hát loptak, hát mindenki lopott, mondja a nép. Nem értek egyet, szerintem nem, vagy nem olvastam kutatást erről, vagy másképp mondom, amikre én emlékszem, még régen olvasott kutatásokról, azért ez nem volt ilyen egyértelmű, hogy ne érdekelni az embereket. Szerintem más a megközelítés, vagy a megfogalmazás nem helytálló igazából, hogy mi érdekli, vagy mi nem. Én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy mi érdekli az embereket valójában, mert például nehezen hiszem, hogy ne érdekelni a szociális helyzete, saját pénztárcája, vagy hogy felével fölment az élelmiszerek ára. Nem csökken a Fidesz támogatottsága érdekli. De ez a lényeg, hogy nem azért, mert nem érdekli, hanem mert nem jut el
megfelelő információ hozzá, tehát a propaganda képes befedni egy hatalmas réteg, nem tudom, érdeklődési körét egy mázzal. Tehát, hogy egyszerűen egy olyan sikerpropagandát hallanak folyamatosan, nem hallják az elégedetlenséget, azt hiszik, hogy ők egyedül valamit rosszul éreznek, vagy nekik nem sikerül. Tehát, hogy én azt gondolom, a propagandának van egy olyan hatás, hogy nem arról az, hogy nem érdekli az embereket a saját sorsa, hanem elfedik valami mással, és ezért nem jut a megfelelő információkhoz. Így meg ne csodálkozzunk, hogy azt látjuk mi, akik hozzájutunk Budapesten, és érdeklődőek vagyunk, és nyitottak a közügyek iránt, és utána olvasunk, és megyünk, hogy mintha nem érdekelni őket, pedig nem erről van szó szerintem. Szerintem igenis felháborodnának azon, hogyha mondjuk a Matolcsi gyerek New York ingatlan vásárlása eljutna hozzájuk, csak nem jut el. Felháborodnának azon, hogyha tudnák azt, hogy nem tudom, Rogán Antal hogy bűnöz, és egyébként hogy bűnöz még a nem tudom, összes többi. Ne? Csak nem jut el hozzájuk, vagy ki van fordítva hozzájuk, az jut el, hogy juhásznak van valami köze a Portikhoz. Aztán 6 évvel később vagy lehozza a TV2, vagy nem. Tehát, hogy... Na de jó, lehet, hogy nem tudja a Matolcsi köre, hogy üzletel, de azt tudja, hogy a gyerekének milyen körülmények vannak az iskolában, hogy mi van a kórházban, ami már nincs, esetleg egy kisebb. De nem tudja, mi lehetne. Tehát azt gondolja, tudta, hogy eddig volt kórház, most meg nincs. Hát... Oké, csak hát itt jön a propaganda hatása, hogy ki van megnevezve bűnbaknak, és azt vajon azon a valóság értelmezésen, amin ő áll, tehát mondjuk folyamatosan a propagandát hallja, hogy a brüsszeli szankciók, mert alsóros el akarja lehetetleníteni az embereket, tehát föl van ez azért szépen építve a propaganda ezen száll, hogy mindig meg van nevezve egy bűnbak, aki ugye védekezésképtelen, mert hogy Brüsszel, mint város nem fog védekezni a rágalmakkal szemben. Van ők magyarul... visszatámad. Nem, de hát most tényleg most Soros Györgytől várjuk, hogy minden egyes hamis állításra pereljen, és akkor tehát nem fog. És innentől van egy hamis valóság felépítve ezeknek az embereknek a szemébe, akikről mi azt feltételezik, nem érdekli a saját sorsuk, miközben egyszerűen más a tudásbázis, amiről ő megítéli a világot, hogy nem jut el a valóság hozzá. De ha akarná, eljuthatna hozzá. De, nem kell olyan iszonyatos erőfeszítéseket tenni. Mondjuk ott voltak a 60-as, 70-es, 80-as évek, akit érdekelt, hallgathatta a Szabad Európát, és akkor tudhatott valamit, amit itthon nem mondtak el neki. De ma még erre sincs szükség. Hát vannak azért még szabad, nagyon kis számban, de bárki hallgathatja a Klubrádiót, 2-t kattint az interneten tulajdonképpen, az átlátszótól kezdve, a nem tudom, eddig. De ez kell egyfajta közéleti érdeklődés. Hát. Okay. Na, arról viszont tudunk statisztikai adatokat, hogy Magyarországon az átlag polgár, már úgy értem, hogy a polgároknak, vagy az állampolgároknak 2%-a az, amelyik egyébként kifejezetten nyitott és érdeklődő a közéleti dolgok iránt. Egyébként valóságsókat néznek, vagy nem tudom, most hogy mondjam, zenés rádiókat hallgatnak, és nem szöveges műsorokat, és akkor ott elhangoznak a hírek, amit ugye csak az MT-től lehet megvásárolni, ahol már gyakorlatilag az MT-ben, nem tudom, hallgató köz van olyan, akinek dolgozik MT-ben ismerőse, nekem van olyan, aki elmondta azt, hogy ott ma semmi más nem zajlik, mint a Rogán-féle minisztériumból megjött anyagokat kell továbbítaniuk. Tehát effektív unatkoznak a magyar távirodai irodában ülő emberek, mert a kormányzati propaganda üzeneteit kell maximumát fogalmazniuk és továbbítaniuk, viszont az összes vidéki rádió, tévé, újság csak ebből dolgozhat, tehát csak MT-híreket mondhat be, ez van a médiatörvény. Tehát innentől meg az a helyzet, hogy aki egyébként annyira nyitott csak, hogy a zenés rádió hírblokját még meg is hallgatja a híreket, az már megint csak a kormányzati propagandához jut hozzá, akár akarja, akár nem. És mivel számtalan csatornából ez folyik, értem, hogy a neten szembe jöhet egy-egy ezzel ellentétes hír, de hát most megint, hogyha valaki nem mélyül el, akkor honnan tudom, hogy melyik a hiteles híróiság, hogy most egy TV2 tegnap még hiteles volt, ma már nem, egy Origó az, hát az egyik kezdő internetes portál volt, szuper hiteles, az, hogy egyébként mi történt ott a háttérben, erre kinek van erre kapacitása ezt végig gondolni, és hát né, ott meg miket mondanak. És mivel csőstül lezárad, tehát a megyei lapokban, a helyi rádiókban, a helyi tévékben, ott mindig hitelesebbek egy helyi közösségnek, ami ott nála környéken keletkezik, csak ezt hallják, illetve az országos médiumok közül és a nagy elérést biztosítók közül rengetegben országos napilapok még amennyire vannak, de TV2, Hír TV, nem tudom, hogy be vannak öt, és akkor van egy darab RTL, amelyik valami mást is mond néha, vagy ő mást mond, vagy hitelesen számol be, de az mindig nem ellenpropagandát csinál, hanem ő próbál ugye középen állva valós újságírást végezni.
Tehát, hogy egyszerűen olyan mennyiségben kapják az álinformációt, a dezinformációt, az elbizonytalanítást, a megtévesztést, még a úgymond ellenzékinek hitt orgánumoknál is, egy ATV-ről beszélünk, vagy egy nem tudom mi az a másik, amik pont a Klubrádió frekvenciáján rádiózik, a Spirit FM. Hát ezekről azt gondolják emberek, hogy ezek ellenzéki hangok, miközben nem. Tehát ugyanúgy a Fidesz propaganda részei, csak egyszerűen más a szerepük. Ezt talán pont tavaly karácsonykor beszélgettünk itt erről egyébként, nem önnel vagy veled, de hogy a Pálinkás Szűccsel erről beszélgettünk, pont arra emlékszem, hogy tehát egyszerűen más a szerepe egy ATV-nek, ott az ellenzéki szavazók elbizonytalanítása a cél, tudják, hogy azen keresztül lehet eljutni ellenzéki szavazókhoz, és hát egyszerűen más van kiadva a feladatba, de ettől még a propaganda rendszer része. Szóval én nem becsülném le azért a propaganda jelentőségét, de mégis szerintem arra az idősebb nemzedék mindenképpen arra volt kondicionálva erve az ország, hogy ne higgye el azt, amit nyomnak neki. Még akkor se itt el csomószor, ha igaz volt egyébként mondjuk a 90 előtti időben, mert nyilván akkor sem minden hazugság jelent meg. Tehát, hogy volt az emberek egy jó részében egy erős kritika azzal, amit kapott az akkori sajtódból, hogy ez hova lett ez a kritikai szellem, és azt látom, hogy eltűnik. Szerintem nagyon sokan mindazt, amit mondanak nekik, el akarják hinni. Tehát, hogy itt két dolog találkozik, nyilván hűítik agyba főbe a népet, de a nép egy része legalábbis hagyja magát, és neki ez jó, hogy lehet migránsozni, meg Brüsszel, csoda. Valamiért ez neki lelki megnyugvást jelent. Biztos, hogy mind a kettő lehet igaz, tehát, hogy ez a kettő elfér szerintem egymás mellett, hogy a propagandának van egy ilyen hatása, és az most Rogán Antal jobban képbe tudom minket helyezni, hogy hány százalék hatása van ennek, hogy a propaganda mit ad, hány százalék hatása van annak, hogy mondjuk helyben ki vannak szolgáltatva a helyi oligarcháknak, és ettől helyben azt gondolják, hogy ők jobban élhetnek, mert legalább valami kis juss leszivárokhozzék, mert van munkájuk ezáltal. Hányan vannak belekényszerítve mondjuk a közmunka által, hogy ezt gondolják, mert ha más gondolnak, holnaptól nincs munkájuk, vagy legalábbis ha azt kifejezésre jutatják. Tehát ezért ilyen apróbb kis résztvevő, nem egy nagy tök egyszerű fekete-fehér világmagyarázat van, hanem valószínűleg ebből a sok tényezőből olyan szinten szilárdult meg, vagy épült ki az Orbán rendszer, hogy nagyon sok tényezőből össze tudjuk analizálni. Erre lesz, szerintem azért a propaganda hatására egy elég egyszerű példa van, ami megmutatja, ez pont a választások, amikor nem tudom, 3 héttel előtte még azt lehetett hinni, hogy az ellenzéknek van némi esélye legalább egy döntetlen közeli állapotra, majd kétharmados mandátum fölé, tehát egy, most nem tudom a konkrét számokat, hogy szavazat arányban mennyi lett, de az ott egyértelműen a háborús úszító propagandának volt a hatása, az teljesen egy látszott személyes beszámolókból is, meg statisztikai adatokból is, hogy az, hogy 3 héten keresztül nyomták azt, hogy az ellenzék háborúba vinni a gyerekeinket, Orbán Viktor megvéd a háborútól és békét akar, és tényleg mondjuk az MTI hírek mindegyiket, bármiről szólt a hír, benne volt, hogy az ellenzék háborúba vinni, és nem. Ennek az lett a hatása, hogy 2 hét alatt átfordították közre, mint erre, hogy ezt hitték el emberek, és úgy mentek be a szavazófülkébe, hogy nem akarunk háborút. Hát ez nehezen fogható bármi másra, hogy ki miért érdeklődik, meg ez tisztán mutatta a propaganda erejét. Akkor ez a helyzet menthetetlen, tehát amíg a világ, ez be a világ, ebbe fogunk élni, már aki itt marad Magyarországon. Hát én azt gondolom, hogy amíg ilyen monolit a kommunikációs, nem is tudom mi ez, környezet, tehát hogy a propaganda alá van besorolva minden, addig elég kis esélye van bárminek. Ezzel egyetértek Hatházi Ákossal, aki ezt nevezte meg az egyik legfőbb célkitűzésnek, hogy az ellenzéknek ezen kellene dolgozni, hogy ezt a propaganda gépezetet megtörje valamilyen módon, amire mondjuk gyakorlati megoldással én sem tudnék szolgálni, tehát hogy ötlettel, hogy ez hogyan lehetséges, de azt gondolom, hogy hát ez megint csak a történelmi példákat nézzünk, azért azt se gondolom, hogy Németországban nácik voltak a II. Világháború előtt mindenhol, de a propagandával át lehetett fordítani egy csomó ember gondolkodását, és akkor hát innen eredeztethető a tömegpropaganda szerepe a politikában, azt hiszem, vagy a modern kori történelem, akkor így mondom inkább, vagy ez a tömegkommunikációs propaganda használat, azért mégis a Goebbelstől származik, és hát ezt csúcsra járatják itt azért. Meg talán, mint hogyha az ellenzék se lenne olyan nagyon izmos. Nyilván 1000 dolog nyomja és nehezíti az életét, de hát itt van egy hatalmas infláció,
rengeteg gazdasági probléma, most beszéltünk a jogi és egyéb helyzetről, tehát, hogy most szokták ezt mondani, magas labda az ellenzéknek. Hát de az ellenzék is kontraszelektált, tehát azért azt látni, hogy 12 év ilyen rendszer után azért azok, akik mondjuk nem, és itt most megint nem akarok általánosítani, és biztos, hogy vannak ma is az ellenzékben hithű, a közjóért tevékenykedő, és a saját személyes érdeküket háttérbe szorító, a közérdekkel szemben háttérbe szorító emberek, de azért lássuk, hogy kevesebb ilyen van ma, legalábbis én nehezen tudnék összeszámolni ilyen embert, aki ellenzéki politikusként azt gondolnám, hogy háttérbe szorítaná a személyes per párt érdeket az ország érdekéhez képest, hogy ne adj Isten, még áldozatot is hozna azért, hogy tehát ha nekem személyesen nem is lesz jobb, de legalább az országnak jobb legyen, logikával gondolkodna. Tehát ez is egy kontraszelektált társaság, ami megint abból következik, hogy egyébként milyen ez a rendszer. Tehát ott is tetten érhető, ahogy a nem tudom, közmunkás meg van véve azzal, hogy legalább van közmunkája, és jobbnak érzi magát, így az ellenzéki térfélen politizáló emberek közt is jó páran vannak, akik nyilvánvalóan azt mondják, hogy hát legalább így megvan ez a bizottsági helyen, vagy nem tudom, addig vagyok én jól, amíg nyugi van, és nem kell nagyon pattogni, mert még a végén elveszik a tanácsnoki posztomat, ami a fideszes polgármestertől származik nekem a kerületi képviselőtestületben, és jobb csöndben maradni, és nem hánytorgatni az ügyeket, mert az mégiscsak havi 350 000 forint, amiből azért mégiscsak jobb karácsonyi ajándékot lehet venni, mint ha az nem lenne. Na, ugye? Na ez a tény, és akkor erről beszélek, hogy nagyon sok ilyen, de hát megnézzük ezt magasabb szinten, akkor nézzük meg mondjuk egy, nem tudom, Volner János szerepét, aki, és most csak ez egy példa, számos ilyet lehetne mondani nyilván, aki ugye jobbikus politikusból lett majd egy másik párt alapítója, ami mindig ellenzik, majd most érdekes mondani a szingapúri nagykövet helyettese lett talán. Vagy konzul lett, nem? Konzul, vagy kereskedelmi attassé? Kereskedelmi attassé, igen. Amiről már kevésbé szólnak a hírek, hogy ugyanúgy vele párhuzamosan ki kellett vinni még egy embert, mert a nagykövetnek valójában szüksége volt emberre és segítségre. Speciál Volner János az inkább nem tudom, orosz megbízatását betöltve most ott teljesít szolgálatot, tehát kb. Az még megint egyértelmű, hogy ő meg valószínűleg orosz érdekeket szolgálatot Magyarországon is már egy összekötőként a Jobbikban, majd a Fidesznek dolgozva. Ő volt, aki ez a Magyar Gárda, vagy micsoda szervezte meg? Hát mindenben benne volt, ami a demokráciával szembe megy, vagy ami segített megszilárdítani, és most megkapta a jutalmát. Tehát ugye ezt mondom, hogy azért az egy, aki ellenzéki politikusnak látszik, az nem mindig az jelen rendszerben, ezt azért látni kell. Igen, bár mondjuk ez az egész Jobbik társaság, az tudom én, hogy ellenzék volt azokban az időkben, de azért mégsem úgy gondoltunk rájuk, mint... Hát ezt mondom, hogy ők gyakorlatilag, persze, hát ezt mondom. Tehát mint párt sem, nem is csak személyükben, nem tudom ki, kinek milyen érdekből cselekedett, de hogy hát egy ilyen fideszes segélycsapat szaga mindig volt a dolognak. Így van. Hát és akkor, hogy van a mondás, ezt nem merném idézni, azt hiszem a máj és a valami, ami elválik egymástól, igen. De hát, hogy itt látszik, amikor egyszer csak így kibukik, hogy aki nem tudom, pár éve még azt mondja, hogy Orbán egy tahó és az ország ellensége, azután Orbán megbízásából egy külföldi állam konzulja le, vagy külföldi államban konzuli szerepet vállal, azért ezt lássuk be, hogy ez egy jutalomjátéknak tűnik, vagy nem tudom. Hát minden esetre, igen, furcsa lenne. Most egeződünk, hogy magázodunk, már nem is tudom. Politizálunk. Tehát, hogy mennyire vesz részt olyan aktívan az ügyekben, ahogy korábban. Sokkal kevésbé, de nekem van egy, ezt kevesen értetik, és ma már azért merem mondani, most úgy tűnik, hogy véglegesen rendeződik ez a családi dolog, ami nekem azért nagyon ráment a családi háttér erre az egész politizálásra. Ugye volt ebből is egy lejárató kampány. És verte a feleségét? Igen, és itt is ugye ez így mondjuk, hogy minden pert 100%-ban megnyertem ezzel kapcsolatban is, de nem is ez a lényege, hanem ami a valóság, hogy én a gyerekeimmel nagyon keveset tudtam találkozni úgy egyébként, és ez most rendeződik, tehát most úgy tűnik, hogy fele-fele arányban velem tudnak lenni, nekem egy óriási lelki megnyugvás, és igazából nekem az elmúlt 5 évem arról szólt, hogy minél koncentráltabban velük legyek, és mivel ez most rendeződik, ez most talán aktívabb leszek meg én, mert sokan azt hitték, hogy engem azt csinál ki, hogy a politikában nem tudom, csalódtam, és elment a kedvem, holott nem. Ugyanis nekem megint csak nem, amiről már beszéltünk, ez nem megéri alapon van a döntés.
érzés, hanem egy ilyen belső drive. És hát ez a belső drive bizony azt mondja, hogy a gyerekek az első, ez az, amire most nagyon kellett az elmúlt években odafigyelnem, mert egyszerűen más lett a helyzet otthon, de ami úgy tűnik, hogy rendeződik, és innentől megint jön elő, ugye amit mondtam, és ez mint a hagymahéjak, tehát hogy a szűk családi kör az első számú nyilván ezen a hagymai, vagy az a hagyma legbelsőbb héja, arra jön a talán társasházat, mondom, következő körnek, és aztán is eljutunk így az országig is akár. Tehát ezek a hagymahéjak most tudok ijjebb látni. Tehát az elmúlt években mondjuk úgy, hogy felületen politizáltam. Én itt nem a pártpolitikát értem ez alatt, hanem a közügyek alakításában való résztvételt, bármit is jelentsen ez. Tehát, hogy én azt gondolom, mindenki, aki valamit tesz a közösségért, az politizál. És ilyen értelemben politizáltam eddig is, most kisebb hőfokkal, mint ami előtte zajlott, vagy ami azt gondolom, hogy mondjuk jövőre, vagy idén, vagy nem is tudom, mi van most már, most azt mondom, hogy jövőre. És mindjárt jövőre van. Igen. Mindjárt jövőre van. A jövő elkezdődött, mondhatnánk. De hogy szóval azt gondolom, és megint egy kicsit rákapcsolok majd, amiben semmilyen megéri, nem éri meg el van, hanem egyszerűen van energiám és kedvem csinálni. De mondjuk csináltál filmeket, Kövér László titkos villája, vagy milyen, Hargitán, ha jól emlékszem, igen. Orbán Viktor. Ilyeneket most van kedvem, igen. Tehát, hogy nem állítom, hogy most feltétlenül, mert az egy, tehát a saját fejemben azért az megfogalmazódott, vagy hogy mondjam, hogy így gondolkodtam, hogy miket, hogy abban egyetértek önnel, hogy a korrupciós ügyeket most újabbat és újabbat és újabbat kihozni, az már talán kevésbé izgít, de ez megint egy ilyen belső dolog, mert nekem se izgít. Tehát egy-egy Kövér villát, vagy egy Mészáros Lőrinc vadászházat, ami ugye Orbán Viktoré nyilvánvalóan, egy ilyenbe szívesen megbelállok. Az, hogy a kerületben éppen mit loptak el a helyi ellenzék részvételével közösen, vagy nem tudom mi, az valószínűleg reggeltől estig lehetne megállás nélkül sorolni. Ha valaki erre kíváncsi, nyissa fel a nem tudom, közbeszerzési értesítőt, és az elsőre, amire rábők, ott biztos, hogy loptak valamit. Tehát hogy kb. Így lehet hozzáállni ma Magyarországon ez a kérdéskörhöz. Hát biztos, hogy van egy ilyen vélekedés, hogy itt mindig mindenki lop, de hát azért az mégis más dolog, hogyha bebizonyosodnak történetek, hogy kiderül, hogy használnak föl egy Európai Uniós pénzt, mondjuk. De az mégis más, mikor így azt mondjuk, hogy hát jó, mindenki lop. De én nem azt mondom, hogy mindenki lopna, hanem azt mondom, hogy a mai rendszer az úgy épül föl, hogy a lopás van optimalizálva. A mai rendszerről beszélek, nem általában mondom, hogy mindenki lopna, szerintem nem lopna mindenki. Szerintem ez egy iszonyú rossz hozzáállás ráadásul, már úgy értem, amikor pont ezzel hesegetik el vidéki, vagy nem vidéki, hát bárki, akkor úgy mondom, hogy közéleti iránt kevésbé nyitott választok, hogy ezek is lopnának, igen. Azok is lopnának. Ezzel nagyon nem értek egyet. Tehát szerintem igenis tele vagyunk becsületes emberekkel, akiknek nincsen tere. Én tovább mennék, ez nem is csak, bár ez nyilván nagyon fontos becsület és nem becsület kérdése, hanem egy működő rendszer, ami relatíve kevés teret hagy arra, hogy egyszerűsítsük a dolgot, lopjál. Egyről beszélünk. Tehát, hogy ez a rendszer erre épült ki. De innentől viszont sajnos igaz az, hogy ma, ha megnézzünk egy közbeszerzési értesítőt, vagy másképp mondom, egy ötödik előtti ingatlan eladást, biztos, hogy valaki ott abból úgy szerez hasznot, ami jogtalan lenne. De ez nekem az ötödik előttben nagyon sokan mondták, hogy de juhász úr, hát hogy találja meg ezeket az ügyeket? Hát úgy, hogy kinyitom, hogy mit adtak el. Ilyen egyszerű volt. Tehát kinyitottuk a könyvet, mit adtak el, megnéztük, kinek adták el, hogyan, és kiderült, hogy így van. És minden egyes ügyről kiderült, nem tudtam rosszba nyúlni, már úgy rosszba, hogy ne legyen eredménye ilyen értelemben. Hát ez a szomorú, hogy ma tényleg erre optimalizál az állam. Ez, amit Lánci András úgy fogalmazott meg, ugye, hogy a legfőbb politikája Orbánnak, amit mi korrupciónak nevezünk, most nem szó szerint idézett volt, de a tartalma ez volt. Hát igen, hogy itt erre van beállítva a rendszer, az uniós forrásokból, hát vannak olyan pletykák, hogy hány százalékot kell személyesen leadni a tudjuk kinek darabra bármilyen ügyből. Nekem mindig az fordul meg a fejemben, amikor egy-egy ilyen, nem tudom, hogy mondjuk a Sádul, hogy ez mennyire volt egyébként véletlenszerű, tehát egyszerűen tényleg túlment, igen, hogy lebukott, de mondjuk egy, hogy hívják ezt a jó, boldog ügynél egy például. Egy igazságügyi államtitkára a minisztérium kapujába veszi át a vád szerint a megveszegetési pénzt, az tényleg picit erős. Nem, az világos csak, hogy eznek miért bukik ki. Tehát ott valószínűleg az volt, mert tényleg túl sokan tudtak róla, de mondjuk egy boldog ügynél ott meggyőződésem boldog, az csak egy szerencsétlen hülye, akit beáldoztak, és nem ő volt ott az igazi tárgyalópartner, amiről ott
aztán mindenki elmondja, hogy kőkeményen a családhoz tartozó fickó volt jelen az összes ilyen találkozónál, ezt kamerán kívül elmondták számtalan helyen és számtalan ember. Csak arról már senki nem mer beszélni, és akkor egy boldogot beáldoznak egy ilyenre, mert be van védve, és megkapja majd a jussát nyilván, hogy adja a nevét a bukáshoz. Tehát, hogy itt a rendszer szól arról, hogy lopjanak egy az egyben, és azért az egy szomorú helyzet. Köszönöm szépen Juhász Péternek, hogy két ünnep között, és a Tilos Rádiós műsor, a konkurens Tilos Rádió műsorvezetése közben beszaladt ide hozzánk a Klubrádióba. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Simon Erika, Lantai Miklós, Zsidai Péter, itt a stúdióban ma reggel Bencsik Gyula, és a szerkesztő Korpás Krisztina, Dési Jánost hallották. A viszont hallásra! Reggeli gyors, nem marad le semmiről.